Egy nagyon fontos dolog van a szívemben, nem akarok túl hosszan beszélni, rendkívül lényeges, amit fogok mondani, és azt gondolom, hogy, hogy a Csabi prédikációjával összefügg, és az egész eddigiekkel is. Uram, kérlek, hogy érints meg a szívünket újra, és a te beszéded menjen ki, és bátorítson meg itt mindenkit, azért, hogy valóban el tudja fogadni, hogy meg lett tisztítva. Valóban el tudja fogadni azt, hogy Krisztusban Isten igazsága lett. Lettünk, aki bűnt nem ismert, bűné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Hogy kibékült a világgal az Isten, kibékítette önmagát a fia által, hogy a békességét ránk adja, és kér bennünket, hogy béküljünk meg mi is az Istennel. Békülj meg az Istennel. És ö, talán, talán, talán az egyik legnehezebb dolog elviselni saját magadat. Az egyik legkatasztrofálisabb látvány az, ami ilyen te vagy. A múltaddal együtt, az elesésedeiddel együtt, a gyengeségeiddel együtt, a bűneiddel együtt egy olyan listát lehet mindegyikünkről felállítani, ami alkalmas arra, hogy teljesen elbizonytalanítson bennünket. Teljesen tönkre azt a lehetőséget, amit kaptunk. Ugyanis abban a pillanatban, amikor, amikor amikor el van véve tőled a, a hit, mert magadra nézel, akkor teljesen elbizonytalanodsz. És amikor elbizonytalanodsz, akkor nem tudod elvenni azt, amit Isten neked adott. És amikor nem tudod elvenni, akkor, akkor visszasüllyedsz azokba a dolgokba, amit úgy nevez a Biblia, hogy a, a testi ember. Én uh, már többször mondtam ezt a példát, de amikor édesanyám feljön Pestre, és beül mellém a kocsiba, soha többé már az anyósülésre nem ülhet, mert háromszor szólal meg, hogy nem erre, nem arra, nem látod, hogy piros, nem látod, hogy sárga, ott majdnem elütötted a gyalogost, elfelejtek vezetni. Több mint egy millió kilométert vezettem már. Anyám mellett egy perc alatt elfelejtek vezetni, és olyan állapotba kerülök, hogy elkezd remegni a gyomrom, és elkezdem elkövetni a hibákat. Tényleg, minden hibát. Tehát amíg vezetek, és anyám mellettem ül, minden hibát elkövetek, és azt mondja, ugye megmondtam, na látod. Tudja érted, hogy merre lakom, de az se tudja, hogy hol lakom egyébként. Az se tudja, Pestnek melyik részén vagyok, hogy át kell menni a hidon, vagy nem kell, de ő tudja. Anyosom azt tudja, mondja, hogy ofi. És az a helyzet, hogy mi történik ilyenkor? Az történik ilyenkor, hogy az ő félelmét, az ő látását, az ő dolgát rám kényszeríti, és ezáltal én elbizonytalanodok. Én nagyon szeretek tanítani, embereket vezetni. Rendkívül sok ember tanította meg vezetni. A, legnagyobb, egyik legnagyobb sikerem a, a Nelson szakakián volt, a Lukás Györgyi férje, aki sehogy nem bírt megtanulni vezetni, ugye, mert eleve örmény származású, nem nagyon értette úgy a magyar kifejezéseket, és az oktatóknál teljesen kibukott, és nem bírt megtanulni vezetni, és az utolsó vizsgája, és az utolsó lehetősége volt neki, és mondtam, nehez, akkor még bátor ember voltam, most már nem biztos, hogy ezt meg... Mondom, most beülünk az autóban ezon, és addig nem szállsz ki, amíg nem fogsz teljesen tudni vezetni. De az első lépés az, és most megmondom, hogy nem vagy hülye, és nem vagy antitalentum, és nem vagy alkalmatlan arra, hogy vezessé, érted? Így kezdjük. Nem fogok veled ordítani, hanem egyszerűen ki akarom hozni belőled azt, ami benned van. És... E, e, Elkezdtem bátorítani, és elkezdtem e, 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 de tényleg, amikor hibát követett el, nem nyomtam a féket be, nem ordítottam, hanem mondtam, nem baj, fogod tudni csinálni. És emlékszem, végigjártuk az egész belvárost, több órán keresztül vezettünk, amikor elment belőle ez a borzalom, ez a borzalom, amit az oktatók belenyomtak és azt az alkalmatlanságérzést, amit, ami őt eluralta, elment belőle, és levizsgázott. Levizsgázott, és egy jó sofőr lett, és igazából tudjátok, hogy vannak olyan emberek, akik állítólag nem tudnak úszni. És megkérdezett tőled, hogy miért nem tudsz úszni, majdnem mindegyik, majdnem mindegyik azt mondja, mert kiskoromban majdnem belefulladtam a lavorba. Vagy mit tudom én, fölborult egy csónak, vagy, vagy valami, és egy víziszony, egy nem tudom mi keletkezett benne, és benne van egy gát. Benne van egy gát. Nem véletlenül, amikor a kislányom, a Máriácska, aki most kiment, amikor frontálisan ütközött, mert leszorították az útról, és egy szembejövő autóval, akkor még nem volt gyakorlott vezető, és nem, nem fékezett teljesen be, vagy ment volna neki annak, aki le akarja szorítani, áthúzta a kormányt a szembejövő oldalra. Ez a legrosszabb. Nem megyünk a szembejövő oldalra, nem megyünk neki a fának meg kell állni. Nem húzzuk el, ha macska jön, mert a döglött macska sokkal jobb, mint a döglött ember. Most bocsáss meg, elütöd a macskát, nem, nem rángatjuk el a kormányt, nem visszük be a... Nem, ez egy alaptéte, nem, nem, megyünk neki a fának. Nem vagyok teljesen őrült, érted? Csak félig, na mindegy. Tehát, és a Máriácska, amikor ezt a óriási kalambot elszenvedte, totál káros lett az mind a két autó, mentem érte, és másnap mondtam, Máriácska, beülünk az autóba. Azt mondja, nem. Én soha, de, 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 de most beülünk az autóba. Mert te tudsz vezetni. Mert nem azon fogsz gondolkodni egy életen keresztül, hogy neked ez nem megy. Most beülünk, és most legyőzöd ezt, a borzalmat, ami meg akarja fogni a torkodat, és azt akarja bebizonyítani neked, hogy alkalmatlan vagy. Az Istennel kapcsolatban még inkább így van, gyerekek. Még inkább így van. Ezt, amit itt beszélünk, ezt annyira nehéz elfogadni. A kegyelem üzenete az csak olyan látszólag könnyű. Azt gondolják az emberek, hogy, hogy hát igen, ez, ez olyan, olyan, olyan egyszerű, olyan könnyű, hát itt, itt nem kell semmit csinálni, csak elhinni. Nem, a kegyelem az, az Istennek az útja, ami az ember felé jön, és egy más módon közelíti meg az embert, mint ahogy az ember megközelíteni saját magát és az Istent. Mert az Istent nem úgy kell most már az új szövetségben megközelíteni, hogy megtisztítjuk magunkat, hogy összeszedjük magunkat, hogy fogadalmat teszünk, hanem úgy, hogy elhisszük, hogy tiszták vagyunk. Hogy elhisszük, hogy Krisztusban minden bűnünk meg van bocsátva. Hogy elhiszünk azt, hogy megbékélt velünk az Isten. De amikor amikor bejön az ördögnek a trükkje, bejön, és... És képzeljétek el, nagyon sok házasság is azért megy tönkre, mert, mert nász éjszakán elromlik valami. Vagy, vagy az első szexuális együttlétekkor elromlik valami. És valakiről kiderül, hogy nem úgy működik, mint ahogy kellene. És abban elindul egy szorongás, elindul egy görcs, elindul egy változás. És képzeljétek el, hogy alkalmatlan lesz, impotens lesz, frigid lesz, stb. 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 És nem mernek beszélni róla és nem, nem, nem szólnak róla, és közben bezárkozik az embernek a szíve, bezárkozik a, a benseje, és tönkre megy. És tönkre mennek kapcsolatok, és nincs róla szó őszintén, hogy miért ment tönkre. Pedig csak azért ment tönkre, mert nem álltunk bele abba, ami működne egyébként, mert volt egy rossz tapasztalatunk, volt egy lehet, hogy sorozatba volt, van, hogy sorozatban jön neki, nem tudom, hogy megfigyelte, de hogy, 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 az ördög mindig sorozatba akar lenyomni téged. Én, én, ezt kiskoromban megfigyeltem, amikor egyest kaptam, akkor utána még legalább kettő vagy három egyest kaptam. Valahogy agyon akart nyomni ez, mert én róla mindig be akarták bizonyítani, hogy rossz vagyok. És úgy igyekeztem, hogy nem vagyok rossz, meg hogy tanulok is, de hogy egyszerre kapjak egy napon három egyest, Legalább osztották volna be, de nem osztották be, érted? Mert egyet még meg tudsz magyarázni, hogy véletlenül volt, meg a tanár nem figyelt, és nem is neked akarta beírni, meg ilyesmit, azt úgy, úgy lazán. Kettőt is még úgy el tudsz tüntetni, egyet jobbról, egyet, de hármat nem tudsz. Mert egy kettőt, egyet bevallasz anyádnak, egyet apádnak, de, de három egyes nem tudsz eltüntetni. Tehát mindenképpen az ördög így jön, figyelj, mindegyik ötök életében így jön az ördög. Ki akar nyírni téged, embergyilkos kezdet óta. Ő azért jött, hogy kinyírjon, azért jött, hogy tönkre tegyen. Na most egy kicsit szeretnék beszélni az én barátomról, aki a ti barátotok is, a párról. Azt mondja, hogy az ő tanítványainak ír. Mert mikor ezt a sok igét olvassuk a tévtanítókról, meg hogy Kizárni a gyülekezetből, meg minden, ez mind a Pál leveléből jön. Mert Pál nagyon sokat küzdött a hamis tanítókkal. Nagyon sokat küzdött azokkal az emberekkel, akik nem úgy tanították a kegyelmet, ahogy ő kapta a Krisztustól. És, és ö, egyszerűen teljesen ö, kitekerték az embereket körül, körülötte. A élete vég börtönbe volt ö, két évet, ö, el, tá, elvitték tőle az embereket. Azt mondja, Timóteusnak, hogy már csak te maradtál. Most el tudod képzelni, az Ázsia beliek mind elfordultak tőlem, mondja. Tehát ez az egyik legnagyobb apostol, ez egyik legnagyobb apostol, kapja azt a fajta pofonokat, amit, amire rátette az életét, amire szüzességet fogadott, amire nem lett felesége, amire nem lett családja, hogy odaadja az életét azokért az emberekért, akiket megment, és utazik, és megy Rómától elkezdve Efezusig, és a végső, végső pontokig mindenhol, és az gyülekezetekért, azt mondja, mindig a gyülekezetek terhe rajtam van. És akkor ilyent mond a Pál a Korintus, 2. Korintus 11. 20-ba, mert eltűritek, ha valaki leigáz, ha ja, Istenem, hát nem, nem, nem bírom elolvasni. De, az a baj, hogy képzelj, de ezzel bírok otthon olvasni, mert ott nagyobb a fény. Igen, ez jó, talán. Mert eltöritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfúvalkodik, ha valaki arcul vertiteket. Szégyenkezzen mondom, mivel, hogy mi erőtelenek voltunk, de amiben merész vagyok, esztelenül szólok, merész vagyok én is, merészek ők, akik leigázzák. Tehát itt egy olyan emberekről beszél, akik ö, hatalma alá vonják a tanítványait, akkor felemésztik, elfogják, ö, ellene fordítják, ö, gőgösködnek, arcul verik őket, stb. stb. És képzeljétek el, hogy hogy ebben a, a, a kontextusban, hogy emberek, azt mondja, úgy írtam le nektek Krisztusnak a megfeszítését, minthogyha a szemetek látára történt volna, és most nem akartok velem találkozni, felfaltak benneteket, diktátorok, felfaltak benneteket olyan pásztorok, akik leigáztak, kizsigereltek, tönkretettek benneteket, én velem nem akartok szóba állni. Hát ez egy katasztrofális pillanat, ugye érzitek, ugye érzitek, de nem akarok, majd a végén visszatérek ide, olvasom egy kicsit. Dicsek, itt elkezd Pál vitatkozni, hogy hát őnek is van dicsekvése, és akkor rájön arra, hogy hát nem, nem biztos, hogy olyan jó lesz a dicsekvés, és akkor kipakol még egy, még egy, egy dolgot, amit már sokszor olvastunk, de most megint elolvasom. Azt mondja, hogy ö, ö, a zsidóktól, Krisztus szolgáié, ezek az emberek, Balgatagon szólok, én még inkább több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorlata való halálos veszedelem által. A zsidóktól ötször kaptam 40 egy hián. Mindig megállok egy kicsit. A 40 botütésben voltak emberek, akik meghaltak. azért adtak neki egy hiány negyvenet, mert a törvény tiltotta, hogy negyvenet adjanak. Érted? Egy hián megkapod, hogy megdög lesz pál. És miközben ütik, figyelj, miközben, mikor megvernek téged, és mindegy, hogy ez a vereség mi. Teljesen mindegy, anyagi vereség, vagy fizikális vereség, amikor megvernek, hát az, az katasztrofális. Amikor megvernek valakit, az megrecsen. Megrecsen. Nem véletlenül verték meg az embereket abban az időben, fizikálisan. Megrecsen. Pál és Szilás, amikor hirdették az igét, megfogták őket az evangelizáció után, és megverték őket, de annyira, hogy véresek voltak. És így írja a Biblia, hogy éjféltájban elkezdett Pál és Szilás énekelni, és dicsérni az urat, és akkor tudjuk, hogy mi történik. De én arról akarok beszélni, amikor megvernek téged, miután rájössz az igazságra, miután elmondod az, az örömhírt, mikor úgy néz ki, hogy Istennel jársz. Úgy néz ki, hogy... hogy Megértetted az úrnak a kijelentését. És megvernek. Na most ilyenkor az ember elhallgat. Nem énekel. Nem énekel, mert, mert szégyelli magát. Mert arra gondol, hogy hol van az Isten. És az ördög jön, és azt mondja, hogy elhagyott téged az Isten. Látod, nem megy az üzlet. Látod, nincsen pénzed. Látod, beteg vagy. Látod, nem jön össze a család életed. Látod? Meg vagy verve. Az ördög egyből ott van. Sokszor mondtam már, de annyira, annyira, annyira félelmetes ez nekem, és annyira központi kérdés, gyerekek, hogy amikor Dávid már bujdokol, és külföldön van, és és akkor elmegy a háborúra a saját népe ellen, hogy harcoljon, eszméletlen, szerintem nem harcolt volna, csak elment valahogy, imádkozott, könyörgött az úrhoz, és közben elviszik a feleségeit meg a gyerekeiket, meg mindent az idegen országba, a táborba, ahol csak sátrakba laktak. Annyira elkeseredett a népnek a szíve, hogy meg akarták kövezni Dávidot. A barátai, a barátai, amikor a barátaid is elhagynak, testvérem, na az, na az, na az nem semmi. Mert az ellenség, től tudod, hogy mit vársz, de amikor a barátaid elhagynak, és azt mondja Dávid, megerősítette magát az Úrban. És azt mondta, hogy elmegyünk és visszahozzuk. És visszahozták mindent, és abba a pillanatban hal meg Saul. És abban a pillanatban a Dávid a király már. És már jönnek a követek és viszik a trónra. Általában a nagy győzelem mellett képzeld el, meg vagy ijesztve meg vagy ijesztve. Hogy ne menj. Hogy ne menj. Hogy add föl. Hogy gondolkozz a bűneidről. Hogy gondolkozz a gyöngeségeidről. Hogy gondolkozz azon, hogy hogy jutottál ide, ha Istennel jársz. Ez egy nagy csapda. Most megmondom nektek, ez egy nagy csapda. Miért? Mert ez a fajta gondolatmenet hatja át a kereszténységet, de nem csak a kereszténységet, a világot is, hogy mit tettem, ami ide vezetett, hogy ide jutottam, és még igazság is van benne. De Isten pedig azt mondja, hogy mit tettem én, hogy te ne ezen az úton menjél, és szálljál ki belőle a gondolataiddal is. És gondold azt, hogy én elfogadtalak téged, és bennem szent vagy büntelen vagy, bennem igaz vagy. De hidd el, amikor, amikor, ilyen megvárt állapotban vagy, nehéz elhinni. Ötször kapott negyvenet egy hián. 25-ös vers. Háromszor megostoroztak. Jézus is, amikor megostorozták, ez az ostorozás nem akármilyen ostorozás, ezt most nem akarom kifejteni, de csontig hatoló. Cafatokba lóg a hátadon a bőr. És közben azt gondolod, hogy hol van az Isten. Ez gondolja az ember, igen. Nem kell szégyelnünk. Ezt gondolod, amikor megvernek, ez gondolod, hogy hol van az Isten, mikor meghal az apád, és nem találkoztál vele. Vagy elkövetsz egy hibát, és nem tudod jóvá tenni, meg vagy verve, ott vagy lenne a padlón. Pajor Tamás szerint kilencné tart a bíró. De kelj fel, sarcolj, és elfut előled a kígyó. Figyelj, az örök életed függettől vedd ki a vattát a füledből, és halld, hogy szól egy hang, Jézus szól a telefonba. Nem menj ma zülleni ezen a szombaton. Lehet, hogy ez ma az utolsó alkalom. Zsúr, zsúr de, de jó van, ne? rúzsozott hajak, zserészet. hajak. Rövid idő, ebből semmi sem marad, csak a bűn és a harag. Na figyelj, tehát egyszerűen, amikor, amikor, amikor ott vagy a padlón, lehet, hogy a bűneid miatt vagy a padlón, lehet, hogy a elrontott dolgaid miatt vagy a padlón, de itt Pál apostolnál nyilvánvalóan látszik, hogy az Isten embere, a legnagyobb apostola, a legnagyobb kijelentést kapja az úrtól. Senki nem kapott ilyen mélységűt, mint ő. Meg vagyok győződve róla, hogy ő a 12. apostol. Majd meglátjuk. Mert ő személyesen is találkozott Jézussal. Ki vagy te az, aki te kergetsz, Jézus? Azt mondja. Na most azt mondja, hogy háromszor megostoroztak egyszer megköveztek. Na most <laughs> figyelj ide. Istvánt is egyszer megkövezték. Aztán annyi, béke poraira. Meghalt. Meghalt. Az történt, hogy kivonszolták párt, mint egy kutyát a falunk kívülre, és kidobták a szemétdombra. Aztán utána visszajött. Ez történt. Feltámadt, én nem tudom, hogy hogyan. Hitáltal persze, jó van. Hát. Háromszor hajótörés szenvedtem. Ét napot a mélységben töltöttem. Na most így de egyszer, egyszer hajótörés szenvedni az egy dolog. Kétszer, ahogy mondom, még esetleg megmagyarázható. De háromszor, hogy nem indul el a vezér hangja, hogy rossz úton jársz. Hát nem elsújkolják, hogy rossz úton jársz. Hát nem jön össze. Hát az én hajom süllyed el. Tudjátok, hányszor hallom én ezt? Szinte nap, mint nap. Karesz. Lent van padlón az életem. Hol van az Isten? Hol van a segítség? Hol van a szabadulás? Most e, pár Pál nem azért hajózott, mert elment a Szeser szigetekre csajozni, hanem azért hajózott, hogy az evangéliumot hirdesse. Na most ez a hajó süllyed el, amin ő ott van. És a hatalmas Isten nem menti meg. A hatalmas Isten szolgálja ez a pál, nem akármennyire már megmondtam, mindent odadott érte, mindent, a családot, gyereket, és mindent, csak azért, hogy hirdesse az igét, ugye? És az a hajó eltűnik, amin ő utazik. Hoppá! Azt mondja, egy napot a mélységbe töltöttem. Tehát ez azt jelentette, hogy úszikált. Úszikált a tengeren, és arra gondolt, hogy vajon melyik részét fogja először leharapni a cápa. Már késő? Na, ez egy szép vicc, de nem mindenki hallotta. Már mindenki, jó van, hát akkor, jó. akkor már késő. És uh, ét napot. Hát, csak én, én szeretném el, el, elmondani nektek, hogy, hogy mi jut ilyenkor az embernek az eszébe, amikor megint, már harmadszor, és akkor ét napot a te. Tehát nem jön senki. Nincs remény. Nincs megoldás. Évek óta nincs megoldás. Évtized óta nincs megoldás. Húsz éve nincs megoldás. És azt mondja az ördög, átkozd meg az Istent, és halljál meg, hol van az Istened. Na és nem könnyű, nem könnyű. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis anya-fia közt. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éjségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én betegne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Az Isten és a mi úrunk Jézus Krisztus atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Ariatász király helytartója őriztette a Damaszkusz, damaszkusziak városát akarván engem megfogni. És a, az ablakon át kosárban bocsátattak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. Hányan mondtuk volna azt, Istenem, hát ha ennyire nem vagy mellettem, és kosárba kell ülnöm. Nem, ezért a nagy apostol kosárba ül, és úgy, húzza el a csíkot, hogy az életét menti. Hát ez nem egyszerű dolog. Mit gondol ez a kérdés? És nem olvasom tovább, hanem még fokozzuk egy kicsit a gyötrelmet. Aztán mehettek haza. És a hetedik vers, 12 hét, Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Ez az egyik kedvenc versem az a Bibliában. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Na tehát, <laughs> ingem nem érdekel, hogy most ezt a tövist megfejtjük, vagy nem fejtjük meg. Nem érdekel. De miről van itt szó? Benne van az életemben a sátán angyala, hogy gyötörjön. Hát nem áldott vagyok. Hát nem, nem arról van szó, hogy a sátán le van győzve. Hát nem arról van szó, hogy el kell, hogy menjen. Na most ez egy nehéz eledel, amit adok kis uborkát tegyetek hozzá, ez az az emésztés segíti. Aki nem szereti az uborkát, az egyen Tehát van valami az életébe, ami ráadásul a sátántól van, az ördöktől van, az ő testébe, hogy gyötörje őt. Van, aki azt mondja, hogy ez beteg volt, van, aki tök mindegy. Szerintem az is egy elég nagy gyötrés, hogy elhagyták a barátai. Állandóan elhagyták és alig nem maradtak mellette. És azt mondja, hogy benn van a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy feletté el ne bizakodjam, azt mondja, ezért háromszor könyörögtem az úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem. Na ez egy szép, az először gondolhatta, hogy hitetlenül imádkozott. Elment a lelkipásztorhoz, és megmondta, hogy Pál, te hitetlenül imádkozol, mert ha a hittel kéred, biztos, hogy megkapod. Vald meg, ott van az igébe, le van győzve, a sátán angyala, nehogy már ott legyen a te életedbe. A sátán angyala le lehet, a te gyereked, aki gyötör, és olyan dolgot hoz rád, hogy, hogy pokolá teszi az életedet. A sátán angyala lehet sok minden gyerekem, ami vissza és állandóan gyötrést hoz. El akarja venni a békességedet. El akarja venni az örömet a szívedből. El akarja venni a biztonságodat, hogy szent vagy, hogy igaz vagy, amiről itt beszélünk, ez a csodát. El akarja venni ezt a csodát, hogy te teljesen feltétel nélkül bíz az Úrba. Hát nem elég, hogy megvernek, nem elég, hogy elhagynak, még belülről is. A sátán angyal a gyötör. És azt mondja, Háromszor imádkoztam. És ezt mondta nékem az Úr, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásban és a te dolgaidban gyönyörködjél, ami megrecsent, ami padlóra tesz, ami kifingat, ami teljesen meg akar nyomorítani, gyönyörködjél benne, mert ezáltal teljesen oda fogsz szorulni a kegyelemhez. Ezáltal teljesen azt fogod mondani, hogy nem tudok én már élni hanem éljen bennem a Krisztus. És a pállal együtt azt mondom, és gyönyörködöm, ebbe gyönyörködöm. És a szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Nagyon sokszor padlóra kell, hogy küldjön téged az Isten, mert túlságosan combos vagy, fiam. Még az Istennek is adná tanácsot. Mert te csak tudod, te csak ismered az igét, te csak megmondod az Úrnak, hogy de oda van írva, Istenem, hát oda van írva. Az Úr meg azt mondja, kit érdekel? Most így lesz. Azt is én írtam, ezt meg most mondom, írd le. Aztán elemezzétek a teológián. Jézus levele Aliszhoz. Tudta rá. Kijelentés volt a liszkám, kijelentés volt. Félelmetes dolog, gyerekek, hogy vannak dolgok, amiből nem tudsz kijönni, nem tudsz mit csinálni, ott marad, és maga az ördög. Maga az ördög. És gyötörni akar téged, és tönkre akar téged tenni, és na most, ekkor megszólal az úr, figyelj ide, lehet, hogy ez azért van most a te életedben, ez a sok nehézség, mert nagyon erős egyéniség vagy, nagyon erős személyiség vagy, nagyon, nagyon ö, ö, olyan kis tökéletes vagy, nagyon úgy ö, tudod a, a tutit, de ezekbe a dolgokban, ezekben a dolgokban, amikor benne vagy, akkor padlóra kerülsz. És amikor padlóra kerülsz, akkor közel jön hozzád az Isten. Mert már akkor nem te élsz, akkor már nem te tudsz tenni valamit, hanem az Isten, amit megtett, érted, azt kezded el látni, abba kezdesz gyönyörködni, ezért mondja, elég neked az én kegyelmem. Ez a kegyelem arról szól, amit Isten tett, érted? Ebbe kezdek gyönyörködni. Figyelj, az összes nyomorúságodból csak ez a dolog tart meg. Semmi más. És hamis az a hír, és ha hamis az az evangélium, ami azt hirdeti, hogy ha Istennel jó vagy, akkor nem történhetnek ve veled rossz dolgok. Ez egy hamis tanítás. És meg is mondom nektek, hogy nem csak hamis tanítás, hanem, hanem valami, valami rettenetes szót akartam mondani, de most nem jut eszembe. Tehát <laughs> eretnekség, vagy valami ilyesmi. Tehát valami borzasztó, ami azt akarja megtanítani veled, hogyha nincs jól az anyagi életed, az azért van, mert nem adakoztál. Borzasztó. Ezt tanítottuk. Adakozzál, és rendben lesz az anyagi életed. Imádkozzál és egészséges leszel. Csináld, bizonyságot tegyél, és az Úr majd betölt téged mindennel. Aztán, amikor nem tölt be téged az Úr mindennel, akkor elkezdesz lefelé menni. Amikor ha. A padló szintjén vagyunk, a vallás az rettenetesen kegyetlen. Nem elég, hogy le van küldve valaki a padlóra, kiderítjük róla, hogy miért van ott. De ennél még borzasztóbb, hogy te magadról is kideríted, saját magadról is kideríted, hogy miért vagy alkalmatlan, és nem arra gondolsz, amire itt Pál mond, és az Isten a megoldást adja, hogy kegyelem. Az erre az orvosság, nem a kegyelemre gondolsz, hanem a bűneidre, a gyengeségeidre, az alkalmatlanságodra. És már is nem tudsz vezetni, nem tudsz úszni, nem tudsz szexelni, semmit nem tudsz. Ez így van. Nem megy? Nem. Mert alkalmatlan vagy. De a kegyelem pont arról beszél, hogy mindegy, hogy hol vagy, fiam. Én nálam, te gyönyörű vagy én nálam te megváltott vagy, én nálam te elfogadott vagy, és amikor a hétköznapjaink részeivé ég be ez az egész üzenet, akkor valahogy elmegy ez a kufár lélek is belőlünk, hogy adunk valamit az Istennek, és akkor majd ő visszaad nekünk ezért többet imádkozunk, és akkor majd jobban leszünk. Többet adakozunk, és akkor majd gazdagabbak leszünk. Többet nyaljuk a segét a pásztornak, és akkor majd fölemelkedünk. A nagy pásztor test, testében találkozik két ember, és akkor megszólal az egyik, hogy te hogy kerültél ide, testvérem? Azt mondja, engem egészbe nyert le. Atya, Úristen, én alulról küzdöttem fel magam. tehát ezek a tények, gyerekek, ezek a tények, ezek a, ez az élet, amiről beszélek, de nem baj, még egyelőre én vagyok itt a pásztor, nem tiltott ki, Csak a népharag, érted? A népharag az... most a népharag és az anyós, tehát az úgy együtt, tehát körülbelül. Tehát amikor, amikor meg, megélette azt, hogy az erőtlensége által tudsz erős lenni, amikor megéled azt, hogy a szerencsétlenséged által tudsz e, igazából az Istenhez e, tartozni, amikor eltűnik az életedből az úgymond áldott testvérem, áldott vagy, annyira áldott vagy, hogy a Merriott Hotelben lesz a lányod esküvője, annyira áldott vagy. De figyelj ide! Az áldás, az áldás nem ez, hanem az áldás az pontosan az, hogy akár ott, akár nem ott, akár lent, akár fent áldott vagyok. Amen. És ez olyan, olyan mértékben határozza meg a lelkedet, az értelmedet, hogy amikor. Ugye azt szokták mondani, amikor felébresztenek, az egyszer egyet, tudod? Azt mondták, hogy ha álmodból felébresztenek, és tudnod, ugye, tudod. Én, én bírom az, az ilyen vizsgázó diákokat. Bulizni megy, ide megy, oda megy, az megbukik a vizsgán. Na most az nem vagy, hogy megbukik a vizsgán, hanem azt a szöveget, hogy ő mennyit tanult, hogy hogy oda szánta magát, hogy ő mennyire ártatlan, és most milyen tételeket hoztak ki, amit még ő soha nem is olvasott, egyik évfolyamban se, ez most előtört valahonnan, előhozták a soros elleni erők, vagy a sorosok, vagy valakik, előhozták valahonnan, attól függ, hogy melyik oldalon vagyunk. De előhozták. És ő tanult. Na most épp beszélgettünk a Katával, hogy amikor ő készült a vizsgára, akkor reggel fölkelt, és úgy éjfélig nyomta, és nem ment hétvégén sehova. És addig, amíg teljesen így tikre, így ki nem jött, és ha el is tévesztettem, legalább a hármast meg tudta csinálni, de egyébként, a minden össz, akkor az ötös. Na, így el lehet menni vizsgázni. Egy sráccal futok, nagyon rendes, Richardnak hívják, Richard a, a az má uh, uh, mindegy. És mondja, hogy, hogy most, most a harmadik diplomáját teszi le, és most nem találkozik az asszonyjal se, elküldte nem tudom, hogy hova, és most nem is futja le a teljes hosszat se, mert ő most tanul. De át fog menni. Miért? mert olyan mértékben ráállította az agyát, a lelkét, az erejét a tételekre, hogy tényleg le tudja tenni. És nincs semmi, ami meg tudná akadályozni a sikeres vizsgát. Nincs semmi. És ez testileg van így. De Isten azt akarja, hogy így legyél a kegyelemmel. Hogy olyan mértékben határozzon meg, hogy éjjel, nappal és állandóan ez határozzon meg. Állítsd át az álmaidat! hogy a kegyelemről álmodjál. Az imáidat, hogy a kegyelemről imádkozzál. Az énekeidet, hogy a kegyelemről énekeljél. Ha ez van. Na azért lassan eltávoznak a legjobbjaink. Most megnézem, ki az igazi odaszánt a gyülekezetbe. Így. A Misi? Sí? Ja, még csak most jött be, igen. Uh, és amikor, amikor ez az egész dolog olyan meghatározó lesz benned, hogy már nem a bűneid, nem a gyengeségeid, nem a siker vagy nem siker, nem ezek fogják, nem tudnak, érted? Nem tudnak megijeszteni. Én, én, mondtam a Mária halála után, egy nagyon érdekes dolog történt velem. Én elmentem a falig. Emlékeztek a, a nyomorultakban, amikor a Jean valjean el akarják fogni? Ott, és akkor jön az a kis mitugrász vörös srác, hát most, nem, nem, a, nem, a, nem a zsaver jön, még azok a betörők ott jönnek, és meg akarják ott fogni őt. És akkor fogja a tüzes vasat, és akkor ide nyomja a kezéhez, így. Úgyhogy serceg a hús, megserezzen a keze, és azt mondja, engem akartok ti megfélemlíteni, akinek meghalt a felesége. Engem akartok ti sarokba szorítani? Hát csak egyetlen egy dolog van. Amit képviselek, hogy a kegyelem mindenek felett van. A legnagyobb nyomorúságom felett van. A legnagyobb veszteségem felett van. A legnagyobb hiányosságom felett van. Mindenek felett van ez a kegyelem, és meg vagyok tisztítva, és el vagyok fogadva. És így akarok élni. Így akarok álmodni. Így akarok az Úrral lenni. Nem a bűneim szerint, nem a gyengeségeim szerint, nem az elrontott dolgaim szerint, nem a padló szerint hanem ő szerinte. És amikor Pál ezt mondja, hogy elég nekem az én kegyelmem, akkor ez a csúcs. És azért is nagyon örülök az Andinak, hogy mondta, hogy gyertek el, én is, hogy kérném, akik nézik ezeket a videókat. Gyertek el ide, mert itt a kegyelmet fel kell emelnünk, meg kell erősödnünk benne. De nem csak, hogy meg kell erősödnünk, hanem átütni kell valamit. És a Szent Szellem, most ezzel a gondolattal befejezem, de a Szent Szellem nem jött el egyen egyenként, nem jött el ide is, oda is, hanem összejöttek és várták. A kegyelem üzenete úgy fog még jobban áttörni a szívünkbe és az életünkbe, ha ide eljössz.